Gólzáporos, szép estét kívánok mindenkinek, ez itt ismét a Gólterápia. Én Bíró Dávid vagyok, a terapeuta, és a mai este folyamán az amerikai ligával, az amerikai bajnoksággal fogunk foglalkozni. Ebben természetesen nem lehet más vendége, mint a Yankee foci szerkesztője, Kun Tamás. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, köszöntelek téged és a hallgatókat. Nos, rögtön kezdjük ezzel, hogy nálad van az gyakorlatilag, hogy végre azt mondhatom, hogy te a sucker, mondjuk hívjuk, ahogy akarjuk, szerelmese vagy. Ez igazán mindenki másnak sértés lenne, de talán nálad ez még egy kicsit ilyen plusz jelet is érdemel. Hát én büszkén viselem és vállalom ezt a jelzőt, és akár ezt a szót is, mely egyébként angol eredetű, és az angolok vezették be egykoron, és még a mai napig is használják egyébként Angliában, úgyhogy ez mindig mókás beszélgetés szokott lenni, mikor fönnakadnak egyesek a sucker szó használatán. Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy ennek a bajnokságnak valamennyire én lehetek a magyarországi nagykövete, és egyáltalán az amerikai labdarúgásnak magyarországi nagykövete, mert én azt gondolom, hogy ez egy olyan bajnokság és egy olyan világ, mely egy teljesen felfedezetlen és bemutatlan territórium volt nagyon sokáig Magyarországon, és rengeteg érdekességet, titkot és különlegességet tartogat, ami szerintem az esetleg az európai bajnokságokba és európai labdarúgásból belefásult a pénzfutballból, nem tudom, kiégett emberek számára sok újdonsággal és tényleg egy megújulással szolgálhat, és hát úgy tapasztalom az oldalamon keresztül, hogy ez valóban így van. Igen, és egyébként egyre nagyobb követőbázis van az oldalnak, hogyha már ezt így meg is jegyezted. Ez azt jelenti, hogy sokan nyitnak az MLS felé egyébként? Ilyen, elsősorban szurkolókra gondolok. Én úgy tapasztalom, hogy nagyon sok embert érdekel a futball exotikuma, és ezek között az olyan bajnokságok, amik tényleg nincsenek a fókuszpontban, talán pont azért, mert a topligákból és a csúcsfutballból már nagyon töményen és nagyon nagy mennyiségben kapunk napi adagot is. Ugye régen egy-egy meccset tudtunk megnézni a televízióban talán egy héten, vagy még volt olyan is, ugye emlékszünk arra is, mikor a topligák egyáltalán nem voltak követhetőek. Most viszont ez annyira töményen jön, hogy tényleg elképzelhető, hogy vannak olyan emberek, én legalábbis magamon így tapasztaltam, és tényleg az oldalaim követőim is úgy tapasztalom, akiknek valami frissességre és újdonságra van igénye. Hát ez ugye egyik összetevője ennek, a másik összetevő ugye az, hogy egyre több magyar játékos is megfordul az MLS-ben, aminek hatására magyar nézők és magyar szurkolók számára is ez egy érdekes bajnokság lehet, ugye egyre több sztárt látunk itt, és hát még az is egy fontos tényező, hogy Amerika, mint ország és mint kultúra mindig egy ilyen különleges varázssal rendelkezett, ami szerintem szintén hozzájárul ahhoz, hogy az MLS egyre népszerűbb Magyarországon is. Na jó, mennyire könnyű mostanában hozzájutni mondjuk MLS mérkőzésekhez? Persze tudunk az interneten ilyen-olyan kevésbé legális módszereket, mondjuk így, de mi a legegyszerűbb módja, hogyha valaki szeretne mondjuk ilyen MLS mérkőzéseket nézni? Most tudom, hogy nem lehet, de hogy egyébként hogyan lehet? Hát ugye nagyon sok, ugye ez, itt egy fontos pont megjegyezni ezen a ponton, hogy 4 éves együttműködés volt az Eurosport és az MLS között, aminek köszönhetően azért elég sokáig lehetett Magyarországon nézni az MLS mérkőzéseit, és előtte más sportcsatornákon is egészen 2009-ig, 2008-ig visszamenőleg lehetett Magyarországon heti rendszerességgel MLS mérkőzéseket nézni. Nagyon hosszú idő után ez az első olyan teljes szezon, ami kimaradt úgymond a magyarországi közvetítésekből. Úgyhogy ezt rettentően sajnálom egyébként. Szerencsére én az oldalamon én nem tapasztalom ennek a forgalom csökkenését. Ezt csupán azért mondom, hogy ezzel is érzékeltessem, hogy a televíziós közvetítés megszűnésének ellenében továbbra is fennmaradt az érdeklődés, tehát ez nem ártott a ligának, ami azt jelenti, hogy van igény rá. Úgyhogy ha valaki magyarországi sportcsatorna ezen gondolkodna, akkor ezt is figyelembe tudja venni. Milyen módon lehet elérni Magyarországon az MLS-t? Hát sajnos az MLS hivatalos streaming partnere, az ESPN Plus, az Magyarországról nem elérhető, legalábbis úgy tudom, hogy legális formában nem nagyon elérhető. Vannak olyan európai sportcsatornák, akik átvették viszont a bajnokság közvetítését, mint például a Sky, akiknek van külföldről is elérhető platformja, és ezen keresztül esetleg lehet nézni a bajnokság meccseit, de tényleg ez technikai nehézségeket okoz, és valóban nem ez a legkönnyebben fogyasztható bajnokság most a közvetítés hiánya miatt. Hát nagyon visszasírjuk most mi MLS rajongók az ezt megelőző 4 évet, amikor hetente több mérkőzést is láthattunk Magyarországon,
magazin műsorokkal kiegészítve, és hát igazi kánoán volt. Hát akkor most mondjuk itt a kedves sportcsatorna szerkesztők, itt a lehetőség, akár szakértő is rögtön tudjuk ajánlani a Kun Tamást. Jó, kezdjük kicsit a KH-tól az egész történetet. Tehát hogyan lettél te ennek az egésznek a szerelmese? Én azt gondolom, hogy nagyon nem egy sorsfordító pillanat volt ez az én életemben, tehát nem egy hirtelen egy darab momentum, ami megváltoztatta az egész hozzáállásomat ez a dologhoz, és én elköteleztem magam az amerikai labdarúgás mellé, hanem ilyen kisebb momentumokból állt össze. Ugye hát én is még gyerekként követtem az 1994-es világbajnokságot, ahol azért mindenki emlékszik szerintem Alexi Lalasra, Kobe Jonesra és a többi ilyen hipster karakterre az amerikai válogatottból. Ilyen nagyon emlékezetes arcok voltak. Akkoriban nekem még ez csak mint gyerekként, mint érdekességként maradt meg a rőt szakálú, hosszú hajú Lalas, és az egész komikus karaktere, ami volt neki, nem annyira a labdarúgó tudás fogott meg. Ez inkább 2002-ben történt meg, amikor a VB-n nagyot menetelt az amerikai válogatott, ugye a Landon Donovan vezetésével ugye bejutottak a negyed döntőbe, és ott is egy hát véleményes bírói döntés hatására maradtak alul 1-0-ra a németekkel szemben, az egy nagyon nagy együttes volt, úgyhogy az volt az első pillanat, amikor észrevettem, hogy hé, ezek focizni is tudnak, és azt gondolom, hogy ha talán lehet kinevezni egy ilyen nagyon nagy pillanatot, akkor az a 2009-es konfederációs kupa volt, amikor a Landon Donovannel, Clint Dempseyvel, Tim Howarddal, Carlos Bocanegrával és Michael Bradleyvel felálló amerikai válogatott ezüstérmet szerzett, úgyhogy a döntőben még 2-0-ra vezettek is a nagy brazil válogatott ellen. És az egy tényleg olyan momentum volt, ahol lehetett látni, hogy ezt az igazi amerikai karaktert ebben a csapatban, a küzdeni tudást, a soha nem adom fel mentalitást, a végletekig való eltökéltséget, és ez a fajta szellemiség volt az, ami engem nagyon megfogott. Ugye hát ezen a konfederációs kupán győzték le a 35 mérkőzés óta veretlen spanyol csapatot. Tényleg az volt a nagy spanyol generáció, ugye, a világbajnoki címmel, EB győzelemmel. Pont azzal a ellentmondás nem tűrő futballal, amit ott bemutattak, masszív védekezés és halálos kontrajátékok. És hát a következő pillanat, én azt gondolom, hogy a Fulham Európa Liga menetelése volt, ugye Gera Zoli miatt nagyon sokan követtük eleve itt Magyarországon, és hát annak a csapatnak egyik oszlopos tagja volt, szintén ugye Clint Dempsey, aki számomra, tehát minden idők legkedvesebb, számomra a legfontosabb és legnagyobb amerikai labdarúgó ikonja lett, sőt mondhatom, hogy számomra ő általánosságban labdarúgók tekintetében az etalon, pont a mentalitása miatt, és emellett ugye a technikai képzettsége és a remek megoldásai miatt, és azon a ponton én már éreztem, hogy én valamilyen szinten vonzódom az amerikai labdarúgáshoz, és ez a vonzalom már odáig jutott akkor, hogy úgy voltam vele, hogy már ne csak az amerikai játékosokat és az amerikai légiósokat kövessem, hanem elkezdett érdekelni tényleg az MLS, hogy milyen módon zajlik ez a saját országukban, és akkoriban ugye volt egy tévés közvetítés, és ezt követtem, és 2010 óta követtem részletesen már az amerikai bajnokságot, és 2011-ben indult el a Yankee foci, úgyhogy nagyjából ezek voltak a bóják, amiket menet közben érintettem, így eljutottam ideig. Volt egyébként szerencséd helyszínen megnézni bármelyik csapatot egyébként, vagy erre sajnos még nem volt? Erre sajnos még nem volt lehetőség, én még nem jártam Amerikában, bár nagy szenvedélyem Amerika. Természetesen nagy életcél eljutni Amerikába és megnézni egy MLS mérkőzést is. A legközelebbi kapcsolatom az amerikai labdarúgással az volt, hogy idén nyáron volt szerencsém megnézni a helyszínen a Salzburg-Chelsea felkészülési mérkőzést, és ugye a Salzburgnak az a Jesse Marsh a vezetőedzője, aki ugye amerikai, és a New York Red Bulls élén ő megnyerte az MLS alapszakaszát, és most ugye remek sikereket érnek el a BL-ben, ugye még mindig versenyben vannak a továbbjutásért, ugye az utolsó fordulóban Liverpool ellen nyernek, akkor továbbjutok a kieséses körbe, ami azért nem semmi. És hát ugye azon a mérkőzésen az ellenfélben pedig játszott egy bizonyos Christian Pulisic, aki akkor lőtte az első két gólját a Chelsea-ben. Úgyhogy ez volt az egyetlen személyes kapcsolatom, úgymond az amerikai labdarúgással, vagy helyszíni kapcsolatom, de ez nagyon nagy élmény volt. Meccs után az edzésen volt lehetőségem beszélgetni Jesse Marshall, és interjút is készíteni vele. Egy rettentően szimpatikus embert ismertem meg benne, és hát tovább erősítette bennem azt, hogy ez a példakép, amit magam elé tűztem az amerikaiakkal és az amerikai labdarúgással, ez,
ez egy valóban olyan dolog, ami nagy élményekkel tud szolgálni. Egyébként az előbb intetett Pulisic nevét, és hogyha felmegyek a Yankee focinek a Facebook oldalra, akkor ott a borítóképen ott gyakorlatilag Európában játszó amerikai légiósokat látok. Tehát hogy ez azt jelenti, hogy az európai futball is azért benne van a látásmódodban. Így van, a Yankee foci fejléce az úgy szokott működni, én mindig az adott időszakhoz megfelelően váltogatom a fejléceket. Ugye most nemrég véget ért az MLS, úgyhogy egy ideig a bajnok Seattle Sounders volt a fejléc. És hát mivel ugye most véget ért az MLS szezon, ezért most inkább az európai légiósok vannak középpontban, és ezért most az európai légiósok, ugye Pulisic tényleg Jesse Marsh edzőként, Weston McKennie a sárkéből, és a többiek vannak a fejlécen. És hát amikor majd az MLS szezonhoz közelítünk, akkor természetesen ismét visszakerülnek oda az MLS csillagjai, és ők lesznek a fókuszpontban. De mindig ügyelek arra, hogy valamennyire aktuális legyen az oldal is, meg a fejléc is ennek megfelelően. Ha már az oldalnál tartunk, ez egy teljesen non-profit vállalkozás, ez egy hobbi, vagy... Abszolút. Vagy... Uh-huh. Akkor mesélj igazából, ugye mondtad hogy ez ilyen 2011 körül indult, ugye? Mm. Hogy azért most már eltelt jó néhány év azóta. Változik egyébként a követő bázis, vagy nagyjából a követő bázis az fix, és ez egyre inkább nő. Én azt tapasztalom, hogy folyamatosan nő ez a követői bázis, nem tapasztalok robbanásszerű növekedést, hanem inkább egy biztos fejlődést. Hasonló egyébként, ez nagyon-nagyon hasonló az magához az MLS-hez is, ami ugye az amerikai bajnokságtól is sokan azt várták sokáig, hogy berobban és robbanásszerű fejlődésnek indul, ehelyett egy biztos, tudatos, lassú építkezés történik, és én úgy tapasztalom, hogy az oldalom is hasonló elvet követ. Úgyhogy a közösségre én nagyon-nagyon büszke vagyok egyébként, nagyon büszke vagyok arra, hogy nem csak lájkolják az oldalt, és úgymond némák maradnak, hanem hozzászólnak a posztokhoz az emberek, kérdeznek, véleményeznek, nagyon sok lájkot kapnak az egyes képek is, tehát ez egy abszolút aktív bázis, ugye nagyjából 5000-hez közelít most a követői bázis, ami önmagában nem egy nagy szám, mondjuk egy ilyen réteg téma mellett persze természetesen azt gondolom, hogy elismerésre méltó, de én inkább annak örülök jobban, hogy nem is a lájkoló szám, ami kiemelkedő, hanem tényleg az aktivitás, ami hozzá kötődik, és én erre vagyok leginkább büszke. És én azt látom, hogy az embereket tényleg érdekli ez a teljesen új terület, és talán ez az edukációs cél, amit magam elé kitűztem, hogy megmutassam ezt az embereknek, válaszoljak a felmerülő kérdésekre, ez tetszik a lájkolóknak, tetszik az, hogyha föltesznek kérdést, akkor választ kapnak, és jobban megértik az egésznek a működését, és hát én azt gondolom, hogy az nagy vonzerő még tényleg az amerikai labdarúgásban, amit az elején is említettem, hogy azért magyar kapcsolatok is vannak, és nem csak a jelenben, ugye hát dolgozott itt még azért a elmúlt század derekán Erbsteinernő, Henny Géza, szövetségkapitány volt Schwarzernő, ugye magyar számozási játékosaik is voltak a válogatottban, mint Andy Máté, ugye a közelmúltban Peter Vermes vagy Tim Howard. 90-ben, 40 év után az első VB-jükre egy magyar származású vagy magyar születésű edző vitte ki őket Bob Gensler személyében, és ezek a magyar sztorik ezek újra-újra előkerülnek, és szerintem ez is vonzó a követői bázis számára. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ekkora érdeklődést vált ki ez az oldal, és hát a nagy érdeklődés való tekintettel ugye a Twitter oldal is elindult, és az Instagramon is jelen vagyok, úgyhogy minden felületen támadok. Nagyon nagy élményeket szerzett számomra is ez az oldal. Ugye az elmúlt 8 évben, most pont nemrég csináltam egy számvetést, mert nemrég volt az oldalnak a szülinapja, és ott össze is szedtem, hogy interjúkat készítettem olyan játékosokkal, ugye, mint Nikolic Nemanja, vagy Sallói Dániel és Barát Botond, akik ugye az MLS-ben szerepelnek. Ugye Sallói Dani többször vendég szerepelt az oldalon ilyen élő videós beszélgetésekben, ugye nemrég volt ilyen pár héttel ezelőtt. Nyilatkozhattam a Klubrádiónak, Kossuth Rádiónak, több tévés szereplésem volt a Reggeli Start című digisportos műsorban. Vendég voltam a nagyon népszerű Teljes Terjedelem podcastben, ami nagyon nagy élmény volt. Közös cikkeket jegyezhettem olyan szakírókkal, mint például most a Sport TV-nél dolgozó Mészáros Ábel. Interjút készítettem nemrég, ugye ez is szintén nemrég volt az MLS bajnok és US Open kupa győztes Arturo Alvarezzel, aki nemrég a Videótonban futballozott.
Volt még egy olyan eset is, amikor egy diplomamunkához kértek segítséget tőlem, és ahhoz nyilatkozhattam, és hát olyan is előfordult, hogy cikket írt rólam, és magáról a Yankee fociról, ugye az MLS hivatalos oldala, ami egész elképesztő élmény wow. volt. Úgyhogy valamennyire külföldön is sikerült jelen lenni. De két csúcspont van, ami azt gondolom, hogy az ére kívánkozik. Az egyik az, hogy 4 éven át ugye ilyen color commentatorként közreműködhettem az MLS közvetítésekben során az Eurosporton. Olyan kiváló munkatársakkal, mint Hajdu B. István, Szatmári Attila vagy Farkas Völgyi Gábor. És hát mellette ugye a nagyon friss emlék, amit már említettem, az, hogy Jesse Marshall interjút készíthettem Salzburgban. És hát mindez ugye nem létezhetne az oldal nélkül, az oldal pedig nem létezhetne a követők nélkül. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy ilyen szimbiózis, ami miatt tényleg hálás vagyok minden egyes lájkolónak. És büszke is lehetsz egyébként magadra. És nem feltétlenül csak a számok miatt, hanem inkább, amit mondtál, ez a közösségépítés. Mert ugye ez a büfögős, pukizós, ivós viccekkel könnyen lehet lájkolókat szerezni, de abból soha nem lesz közösség, és amit én tényleg nálad tapasztalok, az valóban közösség, amit te is kiemeltél egyébként már sokszor. Igen, én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, örülök, amikor jó kérdéseket kapok, amikor olyan kérdéseket kapok, amik arra adnak lehetőséget, hogy megmagyarázzak valami olyasmit esetleg az MLS működésével kapcsolatban, ami magamtól esetleg nem merült föl bennem, mert ugye én már azért elég régóta benn vagyok, és nem tudok szűz szemmel tekinteni az egészre, és sokszor van olyan, hogy egy-egy lájkoló vagy követő nagyon jó kérdést tesz föl, ami azt gondolom, hogy tényleg a homlokomra csapok, hogy ezt eddig miért nem magyaráztam el, vagy miért nem mondtam el, és tényleg ez azért létezik, mert van egy ilyen interakció, de természetesen azért ezt fenn kell tartani, azért néha van olyan, hogy az ember úgymond moderálásra kényszerül az oldalán, mert hát sajnos az internet az nagy, és hát az Isten állatkertje is nagy, és néha előkerülnek belőle érdekes szerzetek, de sajnos hát én azt gondolom, hogy egy komoly oldalt nem lehet úgy működtetni, hogy az ember nem figyel arra, hogy olvassa a kommenteket, figyel arra, hogyha valami olyan, nem tudom, gyűlölködő megnyilvánulás van, akkor azt kellőképpen kezelje. Én erre is azért megpróbálok figyelmet fordítani, mert azt gondolom, hogy az úgy nem is lenne egy élő lélegző közösség, ha én csak kirakosgatnám a posztokat, aztán hagynám, hogy éljék a saját életüket. Szerintem egyébként ez egy bizonyos szint fölött, ez mindenkit érint ez a probléma, hogy én tudnék én igen, is sérülni abszolút. Igen, hát el tudom képzelni, hát igen, az ember jobb. Igen. Beszéltél a dicső múltról, a közelmúltról és a jelenről is. Mi a jövő az oldalnak egyébként? Tehát vannak-e olyan terveid, amik még így mindenképpen szeretné megvalósítani, csak mit tenni, valamilyen korlát előtt állsz, vagy anyagi, vagy időbeni, vagy bármi ilyesmi, ami még megoldható lesz, vagy megvalósítható már? Hát nagyon sok ötlet van a fejemben. Sok minden függ azért a magyarországi MLS közvetítéstől, tehát amíg nincs itthon közvetítés, az azért a sok mindent behatárol. És nem tud olyan dolgokat tenni az ember, vagy nem éri meg olyan dolgokat megcsinálni, amiket mondjuk egy tévés közvetítés mellett érdemes lenne megcsinálni. Én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb valaki lecsap majd a közvetítési jogokra, és akkor ezek a kreatív ötletek, ezek teret nyerhetnek. Egyelőre a közeljövőre tényleg csak annyi a célom, hogy ugye a jubileumi 25. MLS szezon fog következni, hogy ezt méltóképpen felvezessem egyfajta visszatekintéssel is az elmúlt 25 évre, és ezáltal tényleg bemutatva az a bajnokságnak most már rövid, de mondhatjuk, hogy történelmét az embereknek. Úgyhogy jelenleg ez a 25 éves jubileum, ami itt a szemem előtt lebeg, mondhatni. Én erre fogok koncentrálni a közeljövőben. Ha már erre rátérünk, és kicsit fordulunk is rá az MLS-re, és erre az egész, mondjuk úgy, hogy ilyen oktató jellegű oldalra, azért ez nem egy jó szó, de... Nem, persze, nem egy pejoratív módon akartam ezt használni, de tényleg, tehát hogy próbálod jól informálni a közösséget és közönséget, és igazából az MLS az nem csak nevében más foci egy kicsit, hanem úgy az egész szervezésében, az egész hangulatában. Tehát, hogy annyira különbözik az európai, de még a dél-amerikai futballtól is, és az ázsiairól meg nem is beszélve. Tehát, hogy ez olyan, mint amikor, és ezt nyilatkozzák sokan is, nem csak a magyarok, hanem egyéb játékosok, akik oda mennek, hogy ez egészen más közeg. Meg tudnád ezt magyarázni, hogy mitől más ez az egész? Kezdjük ott, hogy eleve az egész bajnokság egy kontinens méretű országot ölel fel, ami azért a szervezés tekintetében is nehézségek hárulnak a bajnokság szervezőire. Hát például a Vancouver Whitecaps csapatáról volt egy kimutatás valamelyik szezonban, hogy 4-szer annyit utaztak egy szezon alatt,
mint a Barcelona, amelyik ugye bajnokok ligájában szerepelt, meg nem tudom, nem, nemzetközi kupasorozat, ugye hazai bajnokság, stb. Hát jó, de arra felé azt mondják, hogy Európában nincsenek távolságok. Tehát, hogy így van. Tehát csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy, hogy ugye kontinensnyi méretű területeket utaznak át a csapatok, más éghajlatokon lépnek pályára, más tengerszint feletti magasság. Ugye ez eleve egy komoly fizikális megterheléssel rendelkezik, vagy nagy fizikális megterhelés hárul a játékosokra ezáltal, és ez eleve behatárolja a bajnokság lehetőségeit. Hát ugye, és hogy miben nyilvánul ez meg? Ugye a bajnokság lebonyolítása, jövőre ugye 26 csapat lesz, jelenállás szerint egy 12 csapatos nyugati és egy 14 csapatos keleti főcsoporttal. Ugye eleve a kettébontás is azért van, mert ugye, hogyha keresztül kasul utaznának ezek az országok, illetve ezek az a csapatok oda-visszavágós rendszerben az országon keresztül, az nagyon nagy megterheléssel bírna a csapatokra, mind anyagilag, mind a játékosokra fizikailag. Tehát ezért ketté kell választani két konferenciára. Eddig a lebonyolítás az volt, hogy minden csapat oda-vissza játszik a saját konferenciáján belül egy-egy meccset, ugye a hazai pályán is visszavágót, és egyetlen egy találkozót játszanak a konferencián kívüli ellenfelekkel, ezzel valamennyire lecsökkentik ugye az utazási mennyiségeket. Ugye az összesített alapszakasz tabella élén végző csapat kapja az úgynevezett Supporters Shield-et, ami egy ilyen pajzs, és ez gyakorlatilag az arab szakasz aranyéremnek felel meg, de nem ez jelenti a bajnoki címet, hanem a rájátszás, ahol bejut mind a két konferencia első 7-7 csapata, és a rájátszás győztese kapja meg a bajnoki címet járó MLS trófeát. Tehát van egyfajta alapszakasz és rájátszás, ami más, mint az európai rendszerben van, de hasonló nagyon ugye, mint az amerikai sportokban megszokott. Emellett még ugye az is más a bajnokságban, hogy a játékosok játékjogát azokat a liga birtokolja, tehát a ligával szerződnek a labdarúgók, és a liga osztja ki gyakorlatilag az ő játékjogukat a különböző klubokhoz. Ez egy érdekes jogi helyzetet is teremt, de ez ebben is unikum egyébként az MLS. Nagyon sok érdekes kérdés merült fel, de ha már kezdjük a csapatokkal, és majd szépen végigmegyünk a többi. Ugye említetted, hogy 26 csapat lesz majd jövőre, de itt nincs kiesés, nincs kieséses rendszer igazán. Igen. Tehát, hogy, ha itt ez a liga, ez maximum bővülhet mondjuk 28 vagy 30 csapatra, nyilván az észszerűség határán belül, de itt arról van szó, hogy egy új csapat akar jelentkezni, akkor neki megfelelő infrastruktúrát kell biztosítania, és nyilván a ligába való belépéssel szerezhet magának engedélyt, hogy indít egy csapatot. Ugye ez történt most két új csapattal is. Franchise jogot kell szerezni. A franchise jogot úgy lehet szerezni, hogy erre pályázni kell. A pályázatnak meg különböző feltételei vannak. Először is ugye rendelkezni kell vagy labdarúgó stadionnal, tehát konkrét labdarúgó stadionnal, nem bérelt amerikai futballstadionnal, hanem saját labdarúgó stadionnal, vagy legalább egy arra vonatkozó tervvel, hogy fognak építeni egy ilyen labdarúgó stadiont. Ez alól csak nagyon-nagyon kevés kivétel van, akkor, hogyha ez erősen indokolt demográfiai vagy egyéb szempontból, hogy eltekintsenek ettől. Emellett ugye különböző demográfiai vizsgálatokat végeznek, hogy mekkora népszerűséggel rendelkezik ott a labdarúgás az adott területen, a befektető csoport mekkora a tőkével rendelkezik, tudja folyamatosan fenntartani és működtetni a csapatot, és hát emellett ugye van egy úgynevezett belépési díj is az MLS-be, ami jelenleg olyan 200-250 millió dollár közül mozog, ennyit kell letenni az asztalra egy csapatnak, hogy csatlakozni kíván a bajnoksághoz. De összehasonlításképpen ez 2006-ban ez 10 millió dollár volt, úgyhogy ez is mutatja, hogy mennyit növekszik egy franchise-nak az értéke a bajnokságban. És hát ugye ilyen módon tudnak csatlakozni a ligához. Arról, hogy nincs kiesés, ugye azért az MLS egy elég európai környezettől képest mesterséges módon teremtetett meg. Ugye Európában azért organikusan jöttek létre a bajnokságok 100-150 évvel ezelőtt, vagy 120 évvel ezelőtt a különböző országokban, és alulról építkezve jöttek létre ezek a ligák. Ugye egyre több csapat lett, ezek egymás alá, egymás fölé szerveződtek, és így kilétrejöttek a különböző bajnokságok. Itt felülről építkezve született meg a bajnokság, először megszületett az úgynevezett első osztály az MLS, és most szerveződnek alatta különböző alsóposztályú bajnokságok. Például az úgynevezett USL szervezésében most már létezik egy másod, harmad és negyed osztályú bajnokság, meglehetősen összefogott és racionális szervezés mellett,
és hát azt gondolom, hogy ez is az oka annak, hogy itt a kiesés feljutás ez még nem honosodott meg, mert először kell ahhoz egy fix bázis az alsóbb osztályokban is, de egyébként pont nemrég nyilatkozta a USL, tehát a alsóbb osztályok ligáinak igazgatója, hogy ők a közeljövőben tervezik bevezetni a kiesés feljutásos rendszert a saját ligáikon belül, és azt gondolom, hogy ha ez működőképes lesz, akkor hosszú távon ezen majd az MLS is el fog gondolkodni, de ez még nagyon-nagyon a jövő zenéje, és ez nagyon a, hát nem a közeljövő zenéje, ahogy fogalmazhatok. Most bunkó európaiként én ezt megmondom őszintén egy ilyen érési folyamatnak élem meg, és akkor fogom azt érezni, ismerem az NFL, az NBA és az NHL lebonyolítását, tehát tudom, hogyan működnek ott, vagy a baseball liga lebonyolítását, de tudom, hogy hogyan működik a rendszer, mégis azt érzem, hogy akkor érett meg a focira az Egyesült Államok ligája, hogyha ténylegesen bevezetik a kieséses rendszert. Most visszakérdezek ezen a ponton, miért élvez prioritást a kieséses feljutásos rendszer a franchise rendszerrel ellentétben. Azt akarom, meg is válaszolva egyébként a kérdéset, hogy ez én részemről miért életképes. Valóban verseny szempontból a kieséses feljutásos rendszer mellett vannak érvek. Ám azért azt vegyük figyelembe, hogy a kieséses feljutásos rendszerben is manapság azért legalább annyira dominál a pénz, mint a franchise rendszerben. A franchise rendszerben legalább úgymond őszintén ki van mondva, hogy ha leteszed ezt a pénzt, akkor feljutsz az első osztályba. Míg a kieséses feljutásos rendszerben szintén az van, hogy ha leteszed ezt a pénzt, feljutsz az első osztályba. Ugye nagyon sok csapatot tankoltak fel, és juttattak fel, vagy akár, hogyha feljut már élvonalbeli csapatokat nézzük, azért a Manchester City vagy a Paris Saint-Germain működését, ha megnézzük, ott is annyi történt, hogy egy nagy tőkeinjekcióval egy magasabb szintre emelték azt a klubot, de nem úgy hívták ezt az egészet, hogy franchise rendszer, hanem úgy, hogy befektetés. Tehát, hogy... Igen, ezek a klubok kevésbé népszerűek a futball tradíció kedvelők környezetében. Ez így van, csak azt mondom, a tradicionális rendszerben is van erre példa. Valóban azt gondolom, hogy a kieséses feljutásos rendszer az egy következő fejlődési szint az MLS történetében. Ettől függetlenül abban nem értek egyet, hogy ettől a rendszer kritériumtól függetlenül ne lehetne komolyan venni ezt a bajnokságot, mert azért vannak egyéb szempontok, amik azt gondolom, hogy azt mutatják, hogy ez egy komolyan vehető liga. Ezt senki nem mondta, hogy nem lehet komolyan venni, ez egyértelmű, sőt, hogy, tehát, hogy nagyon sokan még Magyarországról és szakemberek is úgy gondolkodnak róla, hogy hát MLS, és akkor csak így legyintenek rá az emberek, hát az, mi az, ami NB1-ünkhöz képest, ugye? Sajnos tényleg ilyen eltévedtség van, de majd mindjárt igen. Egyébként pont az ilyen társalgásokat szeretem, amikor ilyen mélyére megyünk a dolgoknak, és tényleg összevetjük a kieséses feljutásos rendszert a franchise rendszerrel, mert ezeknek a kérdéseknek a felvetése abszolút jogos, ám azt gondolom, hogy ezeknek a mélyére kell látni, és mélyebben megvitatni azt, mint hogy kinevezzük az egyiket jónak, a másikat meg rossznak, mert pont az ilyen beszélgetések, amik szerintem megmutatják az összetettségét és a mélységét annak, ami mondjuk Amerikában is működik, és én, ha mondhatom, ezért vagyok büszke, vagy ezért örülök a Yankee focin zajló beszélgetéseknek, mert nagyon sokszor hangzanak el hasonló kommentek, vagy megjegyzések, és akkor elbeszélgetünk erről, és szerintem ez egy nagyon konstruktív és érdekes beszélgetés. Összetettebb ez a dolog annál, mint ahogy először látja sok ember, és az MLS-szel kapcsolatban sokszor tapasztalom azt, hogy elsőre ítélünk, és hirtelen ítélünk, bár ez lehet, hogy más ligákkal kapcsolatban is megvan, de csak azt akartam ezzel mondani, hogy ezért fontos mélyebben elbeszélgetni erről, mert azért mindennek oka van. Tehát senki sem a saját üzlete és a saját PR-ának az ellensége. Ha Amerikában most jelen pillanatban a kieses feljutásos rendszert bevezethetnék, és ez sikert garantálna, akkor holnap bevezetnék. Csak ennek vannak gazdasági, meg sport okai is, hogy ez még nem történt meg. Ugye az MLS-szel kapcsolatban én mindig azt mondom, hogy ez egy fejlődőben lévő bajnokság, ugye, ahogy mondtam, 25. szezonja fog következni, hát ebből a számból azért mindannyian tudjuk, hogy ez mennyire gyerekcipőben jár az európai ligákhoz képest. Hát főleg úgy, hogy valószínűleg a hallgatók nagy része több mint 25 éves, úgyhogy pláne. Igen, igen, hát, igen, hogy ez elég beszédes szám.
Abszolút. Kicsit beszéljünk az anyagi részről, ugye fizetés is akkor van életbe léptetve a bajnokságban, ami alól, hogyha jól tudom, 3 játékos felmentést kaphat klubonként. És ugye ez azt jelenti, hogy az ő fizetésük az igazából elérheti akármekkora összeget, de hogy az átlag játékosoknál fizetési sapka van bevezetve. Ez mit gondolsz egyébként? Ez azért jött létre, hogy a klubok nehogy csődbe menjenek, láttuk már ilyet Európában. Uh-huh. Lehet mondani a Leeds United, uh-huh. a Rangers-t, vagy többi nagy csapat is csődbe ment. Vagy azért jött létre, hogy a bajnokság kiegyenlített legyen, és ne legyen nagy különbség a legjobb és a legrosszabb csapatok között. Azt tudom mondani, mint hogy a legjobb válasz szokott lenni az ilyen kérdésekre, hogy is. Mind a kettő mögötte van. Az egyik ugye a tradicionális amerikai filozófia a franchise rendszerű bajnokságok esetén az a kiegyenlítés. Hogy minél nagyobb legyen a versenyhelyzet, minden csapatnak egyenlő esélyeket akarnak biztosítani, és erre a fizetési sapka tökéletes módszer is. A legjobban működő és leggazdaságilag legstabilabban álló amerikai ligákban is ezért létezik ez a mechanizmus. De a másik oka az, hogy pontosan, amit mondtál, az anyagi biztonság. Ugyanis azért ne feledjük el, hogy az MLS előtt is volt egy élvonalbeli amerikai bajnokság, az úgynevezett NASL, a North American Soccer League. A 70-es években ugye olyan játékosokkal, mint Pelé, Franz Beckenbauer vagy Johan Cruyff. De az a bajnokság összesen egy évtizedet tudott megélni, mielőtt teljes csődbe zuhant, pont a saját gazdasági, a gazdasági korlátok hiánya miatt a saját magába omlott össze, és pont ez az, amit az MLS meg tud, és meg akar előzni a fizetési sapkával. De ez is csak az egyik különlegessége, a saját sajátosság az MLS-nek. Ugye említhetném még a játékosok draftolási mechanizmusát is, ami szintén az esélykiegyenlítés tartja szem előtt. Ugye nagyon sok draftolási mechanizmus van, ahol az előző szezonban leggyengébben szerepelt csapat választhat először, és ezáltal... Ez kicsit bőven fejtsük ki, hogy oké, hogy a draft, meg hogy ez, de hogy ez hogyan működik. Tehát ez az amerikaiaknál az utánpótlás rendszer is egészen másképpen működik, és hogy ebből következik a draft rendszer. Hát azt mondanám, hogy már nem annyira különbözik, de régebben jobban különbözött, ezt kifejtem mindjárt, hogy miért. Ugye mivel említettem korábban, hogy a játékosok a ligával szerződnek, nem a klubcsapatokkal, így a játékosok játékjoga a liga tulajdona, az ő feladatuk azt allokálni az egyes csapatokhoz. Így például, hogyha az egyik szezon végéhez közeledve az egyik klub nem tart igényt az egyik játékosára, de még él a szerződés a ligával, akkor különböző draftokon választhatja ki őt a többi csapat. Az ilyen leselejtezett labdarúgókból úgymond válogathatnak. Csúnya szóval él. Emellett ugye létezik a klasszikus egyetemi draft, amiről te is beszéltél, amit úgynevezett superdraftnak hívnak, ahol a legjobb egyetemi tehetségek közül válogatnak a klubok. Ugye Amerikában az egyetemi sport az egy nagyon markáns eleme a sportképzésnek. És hát ez egy olyan draft, ahol egy edzőtábor tartanak előtte, ahol fizikai tesztek történnek, és egymás elleni meccsek vannak az egyetemi tehetségek között. Ezt megnézik a sportigazgatók és az edzők, ugye az MLS sportigazgatók és edzők, ezt az alapján döntik el, hogy kit draftolnak. És akkor van egy nagy esemény, ahol az egész szuper draft lezajlik, és a különböző egyetemek játékosai közül kiválasztják a tehetségeket. Azonban, és azért ezért mondtam az előbb, hogy már egyre inkább hasonlít az európai rendszerre, egyre inkább előre törnek az akadémiák az MLS-ben. Ugye a 2000-es évek közepén bevezették az akadémiai rendszert az amerikai bajnokságban is, és ez most kezd úgymond egyre inkább dominánssá válni. Az akadémiák előretörésével egyre kisebb hangsúlyt kaptak az egyetemi játékosok. Ugye ez nem véletlen, mert ugye az egyetemről 22-23 évesen kerülnek ki a labdarúgók, ami azért az európai szemmel az már nem egy fiatal tehetségnek számít. Nem, Magyarországon még igen. Lehet, hogy vannak olyan európai országok, igen. De ugye az akadémiákról már jóval hamarabb a klubokhoz kerülnek a játékosok. Ugye eleve a klubnál nevelkednek. És hát az akadémiai képzés az már háttérbe szorította a szuperdraftot, de hát ez nem véletlen, ugye a közelmúltban olyan játékosokat képeztek ki az MLS akadémiák, mint a Lipcsében szereplő Tyler Adams, a Bayern Münchennél futballozó Alfonso Davies, vagy a Schalkében szereplő Weston McKennie. Mind a hárman különböző MLS klubok akadémiáiról kerültek előbb
ugye az MLS-ben, Davis és Adams esetében, utána pedig a külföldi csapatokhoz. Míg McKennitt az egyetem, illetve McKennitt a akadémiáról szerződtette a Schalke. Úgyhogy az egyetemi játékos képzés a közelmúltban inkább a külföldi fiatalok számára jelent belépési lehetőséget az MLS-be. Ugye a legutóbbi 5 Superdraft során az első számú kiválasztott 4 alkalommal külföldi játékos volt. De azért itt is lehet azért kiemelkedő tehetséget találni. Ugye a 2016-os Superdraft első számú kiválasztottja Jack Harrison New York City FC-be került ugye a drafton, majd utána Angliába igazolt, az anyaklub Manchester City szerződtette, és jelenleg a Leeds United-ben futballozik, ahol most azt hiszem ugye a második helyen állnak a Championship-ben, és ő a klub legjobb formában lévő játékosa jelenleg. Úgyhogy egyetemről is kerülnek ki tehetség, de az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt kap az akadémiai képzés. Tehát azért vannak dolgok, amit mondtam, lassú folyamat, egyre inkább hasonlít az európai rendszerre ez is. Kicsit beszéljünk a népszerűségéről a futball, a soccernek a tengeren túlon. Hát ugye arrafelé talán nem titok, hogy az NFL az egyik legnépszerű sportág, és talán a baseball követi, de a futball mennyire tart fölfelé, és most nagyjából hol helyezkedhet el a sportág, mint népszerűségét tekintve. Itt gondolhatunk arra, hogy milyen a nézőszám, gondolhatunk arra, hogy a sztárjátékosok, mekkora sztárok valóban az Egyesült Államokban, és a többi, és a többi. Ugye volt egy Gallup felmérés nemrég, ami azt mutatta ki, hogy az elmúlt évtizedben meg 3-szorozta a népszerűségét az amerikai nézők között a labdarúgás, és ezzel már a sportágként lehagyta a jégkorongot, és felzárkozott szorosan a kosárlabda és a baseball mögé. Sőt, ami leginkább szembeötlő, a 18-34 éves korosztályban pedig már a második legnépszerű sport az amerikai futball mögött volt versenyben a kosárlabdával, ami azt mutatja, hogy a fiatalok és a jövő a labdarúgásé, és hát szintén ezt támasztja alá, hogy az MLS, a major ligák közül az MLS nézői átlag életkora a legalacsonyabb, úgyhogy tényleg a jövő sportága. Ugye az átlag nézőszám az elmúlt években 21-22 ezer néző körül mozgott, de stabil emelkedés mutat. Az elmúlt 15 évben több mint 30%-kal lőtt a ligának az átlag nézőszáma, ami szerintem egészen elképesztő adat. A legnépszerűbb csapat jelenleg az Atlanta United, ami 52-53 ezeres átlag nézőszámmal fut, és hát a rekord nézőszámuk az meg 73 ezer néző volt. De ugye nemrég véget ért MLS playoffban is a nagy döntőn 69 ezer néző volt a Seattle Sounders stadionjában. Több olyan stadion van, ahol várólista van a bérletre, mint például Portlandben, vagy több éve telt ház van minden meccsen, mint ugye a Kansasben. Igazi amerikai körítés van a meccsek körül, sóelemek, tűzi játék, minden meccs előtt közös sütögetés a parkolóban, ugye ez a tailgate. Szervezett több ezres szurkolótáborok vannak, önállóan finanszírozott, megalkotott és egész szektorokat betöltő drapikkal, egész stadionos élőképek, és hát klubonként eltérő saját hagyományok is vannak, saját történetekkel. Említhetném például ugye Timber Joy-t, a favágó fickót, aki mindig levág egy rönköt egy fából, amikor Portlandben gólt szereznek. Neki is egy nagyon régre visszanyúló története van, hogy miért csinálja ezt, egyébként erről a Yankee focin többször is írtam, úgyhogy aki érdekel, az utána kereshet, de Montrealban például mindig a nagy harangot kongatják meg a gólnál, az Atlantában ugye a vasúti hagyományokat idézik fel, egy arany sínbe vernek szegeket a góloknál, és a meccs legjobbja hazavihet egy ilyen aranyszeget. Szóval mindenütt a helyi tradíciókra próbálnak építeni, és vannak helyi hagyományok, és ugye ahogy telnek az évek, ezek a hagyományok egyre értékesebbek lesznek, és én azt gondolom, hogy ezekre a hagyományokra, a hagyományok még 50 év múlva is élni fognak, és egyre komolyabb respektjük lesz. Ugye azért azt ne felejtsük el, hogy azért még mindig a major ligák mögött van, a többi major liga mögött van az MLS, de sokan számolnak be arról, hogy a szervezett szurkolói csoportosulások miatt a drapik, a füst és a piró miatt egyszerűen sokkal intenzívabb a hangulat az MLS meccseken, több közös éneklés és nagyobb közösségi élmény van. Tehát egyfajta más szórakozást tud nyújtani, mint mondjuk egy, nem tudom, egy hotdog eszegetős 4 órás baseball mérkőzés. És azt gondolom, hogy ez egy olyan, ha mondhatjuk ezt
piacítés, amit kihasznált az MLS, mert van erre igény. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a jövő az abszolút az amerikai bajnokság és a labdarúgási az MLS Amerikában, de azért jelenleg még azért elmaradnak a major ligák mögött, de az emelkedésük azért az, az nagyon markáns, tehát több olyan mutató is van, ami azt igazolja, hogy következő hát 10-15 évben azért egy elég komoly robbanás következhet be. Kicsit a népszerűségre visszautalva, az Egyesült Államokban a labdarúgás sokan még a mai napig női sportnak gondolják. Ez arrafelé sztereotípia talán valamennyire, mégpedig azért, mert hogy általában a fiúk futballoznak, a lányok meg, hát ők is futballoznak, csak azt úgy hívják, hogy soccer. Ebben azért az is szerepet játszhat, hogy ne felejtjük el, hogy az amerikai nemzet az egy elég sikerorientált nemzet. És azért az amerikai női válogatott az elmúlt években, most már lassan 2-3 évtizede, rendszeresen szállítja az eredményeket, akár olimpiai bajnoki címekről, akár világbajnoki címekről beszélünk. Mindez azért van, mert Amerikában ugye 80-as évektől kezdve nagyon komoly és profi körülmények között kezelték a női labdarúgást, míg a világ többi része az most kezd ébredezni, hogy a női futballba is lehet pénzt fektetni, ezért egy nagy előnyük volt a világ többi részével szemben. És hát ugye ironikus módon férfi futballban ez hátrányként nyilvánult meg, mert ott meg az európai közeg és az európai világ előzte meg az amerikaiakat. És ne feledjük el, hogy ugye, amíg az amerikai női válogatott sikert sikerre halmoz, a férfi válogatott nem tud világbajnoki címekkel szolgálni, ezért nem véletlen, hogy a labdarúgást a nőkkel azonosítják, mert azt látják a televízióban, hogy ők emelik fel a trófeát, ők hozzák a sikereket, és ezért ennek is szerepe van ebbe. De azt gondolom, hogy ez is változik, hogyha különböző felméréseket nézzük, azért a következő generáció már más képet mutat, mint az elmúlt évek, és szerintem ez is jelentősen változik. Hát azért az MLS népszerűsége is azt mutatja, hogy a férfi futballra, férfi labdarúgásra van igény az Egyesült Államokban, és hát egyébként az MLS nézőszáma és minden gazdaság és egyéb mutatója megelőzi az amerikai női bajnokságét, úgyhogy azért ez is elég beszédes. Kicsit a szurkolói szokásokról is beszélünk, említettél már pár érdekességet, de konkrétan a mérkőzés közben, tehát hogy mennyire összehasonlítható egy európai szurkolótáborral, és itt akár csinálhatjuk úgy is, hogy mondjuk a Dortmundéval, akik tényleg dobolnak, énekelnek, készülnek ugye mindig valamilyen drapériával a csapat felé, vagy akik szép csenden elnézegetik a meccset, néha énekelgetnek, vagy megy a Come On, mondjuk a Unitednek a stadionjába, vagy az elképesztően fanatikus tényleg mondjuk a legdurvább szurkolókat mondjuk Törökországban. Tehát hogy hogyan lehet összehasonlítani mondjuk a helyi szurkolókat? Nálam ez aranyszabály, és azt gondolom, hogy erre az esetre is alkalmazható, hogy ne kezeljük egy egységként az MLS-t. Ugye itt 24 különböző csapat futballozik, különböző szurkolói táborokkal, és ahogy nem lehet az MLS-ről semmilyen általános megállapítást tenni, hogy az MLS ilyen, MLS olyan, ez a szurkolótáborokra is igaz. Minden csapatnál más. Ahogy nem határozhatjuk meg, hogy egyfajta játékstílus uralkodik a bajnokságban, úgy a szurkolói stílust sem lehet egy-egy előtte általánosan megfogalmazni. Én azt gondolom, hogy vannak olyan csapatok, mint például szerintem a Los Angeles FC, vagy a Portland, vagy a Seattle Sounders szurkolótábora, amelyik szerintem Európában is bármilyen mércét megütne, vagy akár az Atlanta United-et is említhetném ugye a 70 ezeres közönségével és a folyamatos kántálásával. Nagyon igyekeznek követni az európai szellemiséget, még ha ez nem is teljesen tudatos, tehát nem egyfajta másolásról van szó, hanem arról van szó inkább, hogy a bevándorlók kultúrája azért itt megnyilvánul, és a bevándorlók öröksége itt megnyilvánul, és az európai futballkultúra és stílus az egyre nagyobb teret hódít, pont azért, amit korábban mondtam, mert nagyon elült az amerikai kényelmes szurkolástól. Ettől függetlenül még ez is jelen van az amerikai stadionokban, de hogy az Európában is van az oldallelátós, meg a kapu mögötti közönség, ez ott is megtalálható. Azzal a különbséggel, hogy talán az oldallelátó népe az európaihoz képest békésebb és nyugodtabb hangnemet üt meg,
sokkal családiasabbak a mérkőzések, mindenki erről számol be, míg a kapu mögötti szektorban ugyanúgy megvan a szenvedély, mint Európában. És hát most példákat ugye mondtam, vannak itt is drapériek, tényleg minden fordulóban láthatunk nagy ilyen szektoros drapikat, van, hogy egész stadionos élőképet láthatunk, ugye nemrég az MLS nagy döntőben is ez volt Seattle-ben, úgyhogy abszolút, amiket az európai labdarúgásban látunk, azok már itt sem mennek csodaszámba. Talán az MLS kezdeti éveiben ez máshogy volt, de hát, ahogy mondtam, ez egy fejlődési folyamat, és ma már tartott az MLS a szurkolói kultúrában is. Én azt gondolom, hogy büszke lehet, és mutathatja ezt az európai nézők felé. Én azt javaslom mindenkinek, aki kíváncsi arra, hogy ez hogy néz ki, és esetleg kétségei vannak, hogy a legegyszerűbb dolgot tegye meg, üsse be Google-ba, hogy MLS supporters, és látni fogja, hogy ez mit akar. Én egyébként beütöttem, és lehet találni érdekes dolgokat is, úgyhogy ezt tényleg javaslom mindenkinek, hogy ezt tegye meg. Vannak nagyon európai kultúrától eltérő, de ettől függetlenül nagyon érdekes hagyományok is. Ugye például, amit említettem, a Timber Joy-nak a favágását, ami szerintem egyetlen európai stadion szerintem biztonsági kódexébe sem férne bele, hogy egy fickó láncfűrésszel megy be a stadionba, de ettől függetlenül egy nagyon szívmelengető és nagyon szép hagyomány. Ugye ennek egy nagyon-nagyon szép történet a gyökere. Egy 70-es években egy fickó találta ki először, hogy ő egy farönköket fog vágni a stadionba, és először senki nem vette komolyan, hogy ez bárkit is érdekelhetne, aztán végül ő lett a legnagyobb helyi látványosság. Aztán a bácsi visszavonult, és átadta az örökségét. Timber Jim volt, ő átadta az örökségét Timber Joy-nak, aki ezt tovább vitte. És vannak benne nagyon szép elemek is, ugye az említett fickónak, aki kitalálta például ezt az egész hagyományt, nagyon fiatalon sajnos elhunyt a kislánya, és a szurkolótábor a kislány kedvenc dalát szokta énekelni minden egyes mérkőzésen a meccs egyik meghatározott pillanatában. Tehát tényleg itt egy ilyen fajta közösségi élmény és közösségi együttlét is megnyilvánul ezeken a meccseken. Szerintem nagyobb mélysége van az MLS szurkolótáborainak és a szurkolásának, mint amennyire azt az átlag európai néző gondolja. Én annyit kérek mindenkitől, hogy fenntartások nélkül kezelje, meg prekoncepciók nélkül, és akkor szerintem sok meglepetést, kellemes meglepetést is tud okozni. Beszéljünk a játékról, és inkább annak a színvonaláról. Ugye a nemrég a Hamarbiba távozó Zlatan Ibrahimovicnak volt egy hát mondjuk egy ilyen degradáló nyilatkozata az MLS futball színvonaláról. Most ez nem, biztos vagyok benne, hogy ez nem tett jót egyébként a liga megítélésének, de mondjuk te, aki kevésbé vagy mondjuk ilyen, hát ilyen Zlatan karakter, hogyan vélekedsz erről? Hát kezdjük akkor Zlatannak a legutolsó nyilatkozatával, ami szerintem elég sok mindent elárul. Ugye ő azt mondta, hogy ő most távozott a bajnokságból, és akkor innentől kezdve mindenki mehet vissza baseballt nézni, mert innentől senki sem fog érdekelni a labdarúgás. Na most rákövetkezendően, ugye azt hiszem pár nappal később 69 ezer néző volt kint Seattle-ben az MLS nagy döntőjén, a Seattle Sounders Toronto FC meccsen, ahol nem nagyon volt érdekelt se Zlatan Ibrahimovic, sem az ő csapata, mert ők egyébként általában rettentően hamar kizugnak a playoffból. Úgyhogy azt gondolom, az érdeklődés az megvan a bajnokság iránt Zlatan nélkül is, de szerintem kérdéses számomra eleve, hogy mennyire kell komolyan venni egy olyan fickó nyilatkozatait, aki Istennek nevezi magát, vagy amikor a PSG-nél futballozott, akkor az Eiffel torony helyére maga képére akart egy másik szobrot építeni. Vagy amikor a Barszában volt, akkor azt mondta, hogy ő egy Ferrari és Guardiola csak a fiatokhoz ért. Szóval, vagy amikor a francia bajnokságban ment, akkor azzal kérkedett, hogy senki nem ismer itt a bajnokságból meg a csapatból. A VB-re meg azt mondta, hogy nélküle nem érdemes nézni. Úgyhogy szerintem kellő fenntartásokkal kezeljük a Zlatan nyilatkozatait. Szerintem frusztráció is motiválta azért valamennyire ezt nála. Ugye hiába lőtt sok gólt az MLS-ben, nem nyert egyetlen trófeát sem egyéni, sem klub szinten. Ugye a rájátszásban, amikor ugye a legfontosabb meccsek vannak, két év alatt mindössze egy gólt lőtt, az is egy elég nagy potya volt. Tavaly ugye nem jutott be a playoffba, a sorsdöntő hazai meccsen
kaptak ki a Houstontól egy rettentően tartalékos playoffban már nem jutó csapattól, és ő akkor sem tudott gólt lőni. És hát annak ellenére, hogy övék volt a második legjobb fizetési keret az egész bajnokságban, tehát nem mondható azt, hogy Zlatán volt az egyetlen fecske, hát olyan csapattársai voltak, mint a mexikai válogatott Dos Santos, vagy a szintén mexikai válogatott Artuña, az amerikai válogatott Legget, vagy az argentin válogatott Pavón, aki nem beigazoltak. Úgyhogy egy egészen jó csapatuk volt, és szerintem az Zlatánt az is frusztrálta, hogy ez a csapat nem tudott eredményt szállítani, és az ő imázsátnak az ártott, hogy ugye ez volt az első csapat, ha jól tudom, ahol nem tudott semmilyen trófeát szerezni, és azért ez nem még igazad nyílik be a Zlatán legyőzhetetlen karakterébe. Ennek ellenére azért mondom, még egyszer leszögezem, elképesztő teljesítményt nyújtott a fickó. Tehát szenzációs játékos, ugye 35 évesen is 20 gól fölött termelt Angliában, aztán ugye egy lábtörés után eljött az MLS-be, ahol meg most ugye 50-valahány gólt rúgott 57 meccs alatt, tehát egészen elképesztő ütemben termelte a gólokat, és nekem mindig megmarad az a nyilatkozat, amit Barát Boton mondott nekem egyszer. Ugye a Barát Botiról lehet látni, hogy nem egy nátszálvékony gyerek, nem. És hát ő mondta azt, hogy az Ibrát, a 38 éves Ibrát egyszerűen képtelenség feldönteni, mert olyan, mint egy szobor. Tehát egészen elképesztő fizikai állapotban van, mindez megvan a technikai adottsága is. Hát láttuk, milyen gólokat tudott az MLS-ben, olyanokat, amiket más szerintem elképzelni nem tud, hogy hogyan kell megcsinálni, nem hogy megvalósítani, és még üres kapura is nem, hogy úgy, hogy még ellenfél is van a pályán. Tehát mondom még egyszer, a fickó szenzációs, de szerintem a nyilatkozatai azok hát hogy mondjam, kevésbé, ezt kevésbé kell fenntartásokkal kezelni talán. Igen, igen, igen. Jó, de a színvonalról keveset említettél, tehát hogy ha mondjuk tudom, hogy nehéz összehasonlítani, de mondjuk az európai ligákhoz kéne mondjuk hasonlítani, akkor mihez lehetne hasonlítani? Tehát, hogy a holland most bajnoksághoz, az osztrák bajnoksághoz? Tudom, hogy nehéz. Amikor az MLS-t összehasonlítják Európával, akkor nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy Európa alatt csak a top ligákat értik. És akkor ilyenkor mondják azt, hogy az MLS elmarad Európától. Hát, ha csak a top ligákat értjük, akkor igen, MLS elmarad Európától. De azért nem az kérdés, persze. Csak azt akarom mondani, hogy ezért ez fontos hozzátenni, hogy ez az összevetés eleve nem is fair, ugye, mert hát anyagilag sem dolgoznak azonos lehetőségekre. Ugye nemrég néztem, hogy a Mourinho mennyit fog keresni a Spursben. Hát négyszer annyit fog keresni a Spursnek az edzője, mint a valaha volt legjobban fizetett MLS játékos. Azt gondolom, hogy ez ugye azért eléggé színbe helyezi, hogy milyen anyagi különbségek vannak az európai topligákhoz képest. Szóval én azt gondolom, hogy ha nem is a közvetlen élvonallal vesztjük össze, hanem Portugáliával, mondjuk Hollandiával, Belgiummal, Ausztriával, Törökországgal, akkor az MLS megállja a helyét. Ugye a bajnokságban, csak hogy miért mondom ezt, közel 80 aktív válogatott játékos futballozik, akár korosztályos, akár felnőtt szinten, köztük olyan országok válogatott labdarúgói, tehát jelenlegi válogatott labdarúgói, nem a nemzeti csapattól visszavonult futballisták, mint Argentína, Uruguay, Paraguay, Peru, Venezuela, Mexikó, Svédország, Lengyelország, vagy leminthetném ugye Romániát, Szlovákiát, vagy éppen Magyarországot ugye. Magyarország egyébként érdekes helyzetben van, mert a magyar nézők már közelről megismerhették azt, hogy ugye mit tudnak az MLS játékosok, hiszen ugye idén két MLS játékos is gólt rúgott a magyar válogatottnak. Ugye pár hete az uruguayi válogatott színeiben a 19 éves Brian Fernandez, aki a Los Angeles FC játékosa, és hát az egyik emlékezetes szlovák-magyar meccsen ugye Albert Rusnak, a 25 éves középpályása a Real Salt Lake-nek. Szóval ez is szerintem elég... Mindenkinek egy gyomrát, igen. Igen. De talán olyan szempontból ébresztő volt, hogy azt mutatta, hogy hát itt is vannak versenyképes futballisták, és szerintem ez a válogatott játékosok száma, szerintem ez elég jó mérőszám ahhoz, hogy megismerjük, hogy mennyire erős egy bajnokság. Ugye nem hiszem például közeljövőben láthatunk Magyarországon a jelenkori argentin válogatott játékos hát bármelyik klubcsapatban is. Igen. És hát ugye sok téveszme is van az MLS-szel kapcsolatban, ugye nem sokáig ez a levezető bajnokság, mert nyugdíjas liga élt az emberek képében. Hát persze, mert volt egy olyan időszak az MLS-ben, amikor azzal lehetett becsábítani a nézőket a stadionba, hogy akár levitézlet sztárokat is igazoltak nyugatról, mármint a Nyugat-Európából, de szerintem ez az utóbbi időben már jelentősen megváltozott. A liga egyre inkább a dél-amerikai fiatal tehetségekre épít, és szeretne egy híd lenni Dél-Amerika és Európa között, ahol a dél-amerikai játékosok talán megszokják az európai élet stílushoz hasonló életstílus, megtanulják az angol nyelvet, ugyanakkor még nem rögtön egy topligában kell teljesíteniük, és ezt a híd szerepet be tudják tölteni.
nem véletlen, hogy a liga átlag életkora ugye jelenleg csak 26,5 év. Ugye a kiemelt játékosok, tehát a általad is említett három top bérezési sztárjátékosok átlag életkora 27 év, és az ilyen sztárok átlag életkora, akiket a legutóbbi átigazolási időszakban szerződtettek, 25 év volt. Tehát, hogy nem nyugdíjasokat igazolnak. A jövő az tényleg az, hogy egyfajta, hát ilyen transferliga szeretne lenni az MLS, ahol kinevelnek tehetségeket, és aztán továbbadják őket Európába. És hát szerencsére a közelmúltban azért egyre több példa van erre. Ugye említettem már Alfonso Davis, Tyler Adams, ugye Almiront elpasszolták a Premier League-be elég szép pénzért, és egyre több klub lát lehetőséget az MLS-ben. Ugye nemrég volt Bundesliga forduló, ahol az egyik oldalon ugye a Bayernben Alfonso Davis volt a Vancouverből a hátvéd, a másik oldalon a kapuban pedig az a Zach Steffen volt, aki az elmúlt szezonban még a Columbus Crewben szerepelt az MLS-ben. Németország egyébként különlegesen nagy figyelmet fordít az amerikai labdarúgásra és az MLS-re is. Nagyon-nagyon bíznak a ligában, és egyre inkább azt lehet látni, hogy oda egyre több vagy MLS játékos, vagy MLS akadémiáról kikerülő játékos szerződik. Például mondjuk Weston McKennie, akit szintén említettem korábban. És csak annyit akarok még mondani ezzel kapcsolatban, bocs, hogy félbeszakítalak, hogy Ibrára visszatérve, valahogy azt veszem észre, hogy a negatív kommentek azok mindig nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a pozitívak. Ugye azért a közelmúltban Rooney is pozitívan nyilatkozott az MLS-ről, Henry is nagyon jókat mondott a ligáról, amikor itt szerepelt, de David Beckham is mondott pozitív dolgokat, de valahogy ezeket kevésbé kapják föl, mint a Zlatánnak a hangzatos nyilatkozatait, de mondjuk azt el kell ismerni, hogy nyilatkozni nagyon tud. Itt igazából csak egy dologba vitatkoznék, és én annak örülnék, ha meg tudnál engem győzni. Na. Ugye, talán jelenleg Carlos Vela az egyik legjobb játékos a ligában, de hogy a gólkirály ő, az biztos. Igen. És ugye korábban az Arsenalban játszott, az Osasunában, a Real Sociedadban, hát a West Bromban is volt, de mindenhol azt lehetett érezni, hogy hát igazából egy teljesen közepes, egy teljesen átlagos játékos, semmi különlegeset nem tud mutatni. Ugye ezekben a bajnokságokban minden csapatban legalább 2-3 ilyen játékos volt, mint ő. És akkor miután ugye ő eligazolt Los Angelesbe, rögtön gólkirály lett. De mondhatnám ugye Dos Santos is, akit te is mondtál, aki szintén Spanyolországban nem nagyon tudta megállni a helyét. Okay, Jonathan Dos Santosról beszélünk, vagy Giovanni Dos Santosról? Giovanni Dos Santos Amerikában se állta meg a helyét, őt úgy ültözték el a Galaxitól, ahogy csak lehet. Igen, ugye a két barcelonás testvérpárról beszélünk, de igen. Tehát, hogy Jonathanra gondoltam én is. Ugye ő Spanyolországban nem állta meg a helyét, de Giovanni se, de mégis az MLS-ben meg most szupersztár. Tehát, hogy mi lehet az oka, hogy közepes szintű játékosok a tengeren túlon szupersztárrá válnak? Hát talán közepes szintű játékosok egy topligában, de ugye az MLS nem topliga. Tehát én azt gondolom, hogy itt kell helyén kezelni a dolgokat. A topligákban, a világ topligáiban, ugye ebben a 4-5 bajnokságban a világ legjobb labdarúgói futballoznak. Minden csapat egy világválogatott. Aki ott egy közepes szintű játékos, az egy polccal alatta lévő ligában már sztárrá tud válni. De mi most, nem Real Madridról és Barcelonáról beszélünk, hanem Osasunáról is. Hát, Real Sociedadról beszélünk, onnan mondjuk a Griezmann ment utána a Barcelonába. És hát ott mégsem beszélgetünk arról, hogy előtte a Real Sociedadban volt csak csillag. És a Belával kapcsolatban pedig azért annyit mondanék, hogy azért a Sociedadban azért elég jó teljesítmény nyújtott, ő volt az egy csapatnak az egyik vezére, még ha nem is volt mérhető a góltermelése a Los Angelesben nyújtotthoz képest, de egyébként más poszton is szerepelt a Sociedadban, mint Los Angelesben. Hát ott szélső is volt, a Los Angeles meg csatár, igen. Így van, és hát ugye így is rugott azért ott is 50 gól felett a spanyol bajnokságban, és hát ha jól emlékszem, elég ünnepélyes keretek között búcsúztatták, ugye a levegőbe dobálták, meg mindenféle drapériákat, meg emléktáblákat kapott, úgyhogy azért elég szép emléke, szépen őrizték az emlékét ebben a bajnokságban. És azt gondolom, hogy azért nem mindegy az sem, hogy milyen rendszerben futballozik egy játékos, hogy ráépítik a csapatot, vagy nem, és ugye az MLS fizetési sapkája és kiemelt játékos rendszere miatt itt azért az eléggé sűrűn előfordul, az úgynevezett sztárjátékosok központi szerepet is kapnak, és amíg mondjuk egy Vela kiegészítő ember volt, vagy nem is tudom, a játékos keret egyik tagja Sociedadnál, Los Angelesben ő rájé van építve a játék, és az van, hogy akkor tiéd a karmesteri pálca, és
emlékezetes módon Bob Bradley, a klubedzője, azt mondta Velának a szezon elején, hogy legyél te a bajnokság messzie. És azt mondta neki, hogy legyél te itt a legjobb. És ha valakit így bíznak meg, és ekkora bizalom van felé, az szerintem pozitív eredménye tud szolgálni. És hát nem véletlen, hogy Vela a szezon elején azt mondta, hogy ő akar lenni a szezon végén az MVP. És ha valaki ilyet kijelent, akkor azért jobb, hogyha utána egy olyan teljesítményt is nyújt, ami ezt aláhúzza, és ő ezt valóban megtette. Tehát volt egy ilyen motiváció is mögötte, ami nem biztos, hogy megvolt annó azoknál a kluboknál, amiket felsoroltál. De mondom, amíg ez az egyik oldala az dolognak, szerintem nagyon sok nagyon releváns információ az is, hogy milyen a kimenő játékosok színvonala, és azért ne felejtsük el például tényleg a legjobb példa Tyler Adams, aki 20 évesen került át a MLS-ből a Bundesligába, és egyik hétről a másikra, egyik héten még az MLS-be játszott, másik héten már megszakítás nélkül a Bundesligában minden meccsen kezdő volt, és ő volt a liga egyik legjobb védekező középpályása, ami meg nem sérült. Tehát szerintem ez is egy fontos mérőszám, hogy a kikerülő játékosok milyen szintet tudnak megütni, de nem tagadom én se, hogy ahogy mondtam, ez a bajnokság nem topliga, de a topligák közepes játékosai itt ki tudnak emelkedni. Abszolút korrekt válasz. Kicsit beszéljünk a magyar játékosokról. Ugye kezdjük Nikolicssal, aki már nem a Chicago Fire csapatának a tagja, de mégiscsak ő igazán meghatározó játékos volt egyébként a ligában, és nagyon-nagyon sok gólt lőtt. Ő hiányozni fog szerinted a ligának, és jó döntés, hogy most egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy a Videóton csapatában folytatja? Hát ugye ez egy összetett kérdés, ugye itt van egy személyes faktor, ami azért nem elhanyagolható, ugye Nikolic az egy nagyon családcentrikus ember, én így ismertem meg őt, és szerintem nagyon sokan ezt a tapasztalatot vonták le az ő vele való beszélgetésekből, tehát egyfajta személyes döntés is volt abban, hogy ő elhagyta Chicagót. Ő többször is elmondta, hogy a gyermekeit Magyarországon vagy Magyarországhoz közel szeretné felnevelni a tágabb családi körben. Úgyhogy a döntésben ez is szerepet játszott, nem csak a szakmai indokok. Ő egyébként, én azt gondolom, hogy ő megfutotta azt, amit az MLS-ben meg tudott futni. Ugye gólkirály lett, bekerült az All-Star csapatba, és tényleg nyomot hagyott Chicagóban, klubrekordokat döntött meg, és jó szívvel fognak emlékezni rá, de én azt gondolom, hogy ő befutotta az útját. Azért idén már voltak olyan mérkőzések, amikor már kihagyogatott helyzeteket, voltak olyan mérkőzések, amikor már a kispadra szorult, és én szerintem a lehető legjobb pillanatban döntött úgy, hogy ezt a történetet ő itt lezárja. Én azt gondolom, hogy a Chicago egyik nagy ikonjaként fog bevonulni a klub történelemkönyvébe, és hát 32 évesen már nem is feltétlenül ráépítene ez a csapat. Ugye a Chicagónál most nagy anyagi befektetés várható, egy új klubtulajdonos érkezett, aki nagyon komoly összeget fog áldozni a klubra, várhatóan nagyon nagy igazolások fognak történni. Ugye beköltöztek a belvárosi Soldier Field-re, aminek a befogadó képessége 60 ezer fő, és a klub tulajdonos már merészen ki is jelentette, hogy ő meg is akarja tölteni ezt a lelátót. Úgyhogy várhatóan azért nagyobb sztárok fognak érkezni, mint amekkora Nikolic volt, de nem fogják őt elfelejteni, tehát tényleg azért emlékezetes volt, amit nyújtott itt az elmúlt években, tehát szerintem egy jó pillanat volt a távozásra. Beszéljünk a másik három magyarról, akik ugye mind a Sportingnak a csapatának a tagjai, és igazából különböző szinten vannak ők gyakorlatilag. Ugye Németh Krisztián az, aki hát így nem nagyon játszik, és talán nem is nagyon fog már a következő szezonban játszani. Ugye itt a Salói Dániel, aki mondjuk úgy, hogy epizódista, és a Barát Botond, aki kirobbanthatatlan a kezdőcsapatból. Hogyan látod az ő személyes jövőjüket egyébként? Nem is csak feltétlen az MLS-ben, hanem úgy összességében. Hát ugye, ez tényleg, ahogy mondtad, három különböző történet, és ezt három különböző szemszögből lehet nézni. Salói Dániel kapcsán én azért azt módosítanám, hogy epizodista, mert azért az idei 34 bajnokiból 28 meccsen ő pályára lépett, ami azt gondolom, hogy azért elég meghatározó szerepkör, annak ellenére, hogy ugye emlékezetes módon idén csak egy gólt tudott szerezni. Ugye tavaly 11 gólt lőtt a bajnokságba, betalált a kupadöntőbe, és a csapat egyik nagy meglepetése volt, ezért volt nagy visszaesés az idei szezon számára, de nem csak számára, hanem az egész klub számára egyébként. De szerintem az beszédes, hogyha valaki csak egy gólt tud szerezni egy egész szezonban, ennek ellenére rendszeresen bizalmat szavaz neki az edző, akkor azért lát benne valamit.
tehát nem űzi a kispadra, látja, hogy hozzájárul egyrészt a csapatjátékhoz a mezőny munkájával, másrészt várja, hogy megtörjön az a bizonyosség. Úgyhogy szerintem Sallói Dániel esetében ez a szezon azért elég összetett volt, ugye volt egy sérülése is, meg a csapat sem úgy teljesített idén, ahogy az elmúlt években tudtak, ugye az elmúlt években rendszeresen ott voltak a rájátszásban, azért azt hiszem a 8 évig kell visszatekintenünk, hogy találjunk egy olyan szezont, amikor nem voltak ott a play-offban. Idén szintén nem jutottak be. Ez egy nagyon nagy visszaesés volt a tavalyi évhez képest, és szerintem ez Sallói teljesítményére is rányomta a bélyegét, ahogy a sérülése is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy benne azért bíznak a klubnál. Jó tanuló év volt szerintem ez számára, ő is ezt nyilatkozta egyébként, amikor volt ez az élő beszélgetés, amit már említettem vele, hogy számára ez egy jó tanuló év volt, és szerencsére nem vesztette el a drukkerek bizalmát, úgyhogy ő rá számítanak jövőre, kap majd egy új esélyt a bizonyításra, és hát akkor lesz gond, hogy azt nem ragadja meg, de szerintem megfogja. Németh Krisztián, hát ő most nincs könnyű helyzetben, ha mondhatjuk, a legkevésbé népszerű magyar ugye a Kansasben. Van egy felmérés, amit a Blue Testament nevű oldal készített, ez a Kansas-i szurkolótábor legnépszerűbb blogja, és ott 74% azt mondta, hogy ő elküldeni Németh Krisztiánt a klubtól. Mondhatom, hogy akkor a kedvükre fog tenni valószínűleg a klub, meg hát Németh Krisztián is, mert hogy ugye lejár a szerződés a szezon végén, és Németh azt mondta, hogy nem valószínű, hogy az MLS-ben folytatja pályafutását, úgyhogy ő valószínűleg távozni fog. Hát vele ugye 19-re húzott lapot Vermes Péter vezetőedző, mert ő ugye egyszer már volt Kansasben 2015-ben, amikor egy nagyon sikeres szezon futott, ugye meglőtte az év gólját, és tényleg az egyik legnépszerűbb játékos volt a csapatban, majd ugye elment Katarba, ami után ugye visszatért az MLS-be, és hát a Kansasnek éppen csatárgondjai voltak, és hát Vermes megúszhatta volna azt, hogy igazol egy nagy nevű európai, vagy akár tehetséges dél-amerikai csatárt, ám ő úgy volt vele, hogy ad egy új esélyt a Németh Krisztiánnak, hogy visszahozza a régi tök dicsőséget, és tényleg a 2015-ös szezon produkálja, és őt szerződtette le, tehát nem is nagy pénzt fektetett be az egészbe, hanem inkább a szívére hallgatott. És hát az eleinte ez be is jött, eleinte rúgta a gólokat a szezon elején a Németh, de aztán valahogy a szezon felén teljesen leállt a góltermelés, és volt se, hogy sem jött össze az újabb találat Némethnek, és hát a mezőnymunkához pedig nem járult annyiban hozzá, mint mondjuk Sallói Dániel, aki a gólhiány eset ellenére is a csapatban tudott ragadni. Úgyhogy Németh számára szerintem ez egy csalódáskeltő év volt, és hát nem véletlen, hogy környezetet akar váltani, mert hát látszik, hogy most már ugye hiába tért vissza az MLS-be, azt a 2015-ös teljesítmény már nem tudja visszahozni, úgyhogy neki valóban új környezetre van szüksége. És ott ugye a végére hagytam Barát Botondot, aki szerintem a legjobb sztori most a magyarok közül az MLS-ben. Azon az emlékezetes felmérésen, amit ugye említettem az előbb, ő 70%-os bizalmat kapott, tehát azt mondták a szurkolók, hogy 70%-uk szeretné megtartani, és azt hiszem olyan 15% körül volt azoknak az aránya, akik mindenképpen elküldenék a klubtól, tehát ez egy elég kicsi arány, ha azt nézzük. Ő nagyon sokat fejlődött az MLS-ben, ő maga is mondta ezt, hogy a fizikális játékban fejlődött, ugye az MLS egy elég fizikális bajnokság, rengeteg futással, nagy tempóval, folyamatos játékkal, nagyon kevés a fetrengés, nagyon kevés a színészkedés, ugye ez távol áll az amerikai mentalitástól, és ez segített abban, ez a folyamatos ritmikus játék abban, hogy Barát Botond játéka is fejlődjön. Ezt láthattuk ugye azért a válogatottban is, szerintem egy nagyon-nagyon jó kis párost alkotott ő az Orbánnal a védelem közepén, kiegészítették egymást. Ugye a horvátok ellen például a hazai győzelem során szerintem egészen klasszis teljesítmény nyújtott Barát, és ebben nem kis szerepe van szerintem az MLS korszaknak. Ő mindenképpen maradni fog Kansasben, és szerintem szintén az egyik olyan játékos lehet, aki akár a kezdőcsapat tagsággal is számolhat majd a következő szezonban. Úgyhogy a négy játékos közül én azt mondom, hogy Nikolicsról ugye már tudjuk, hogy valószínűleg hazatér, Németh Krisztián esetében is azt mondom, hogy távozás várható, és Sallói meg Barátot meg jövő szezonban is láthatjuk majd az amerikai bajnokságban. Hát Tamás, én azt gondolom, hogy ez az adás, ez egy ablakot nyitott az MLS-re, és aki bővebben akar tájékozódni, az sétáljon az ablakig, vagyis a Yankee foci oldalát kövesse, és nézze, olvassa a te írásaid egy cikkeidet. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a gólterápia meghívását. Én meg nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, és örülök, hogyha minél több embert érdekelni fog ez a téma. Szívesen látok mindenkit az oldalon is, és remélem, hogy
kielégítő válaszokat kapott mindenki. Hát ebben bízunk, veletek pedig legközelebb jövő héten találkozunk, illetve lesz majd csütörtökön esélyesök, akkor is tartsatok velünk. További szép napot kívánok mindenkinek, én Bíró Dávid voltam. Sziasztok! Sziasztok!